Sziasztok, én Geri vagyok, és ez a TeamSpeak 3 szerver készítő sorozatom harmadik része, amelyben meg fogunk ismerkedni a szobákkal, illetve a szobáknak a tulajdonságaival. Ugye az előző részben megnéztük, hogy hogyan is kell bekonfigurálni egy ilyen szervert, ebben a részben pedig ez a szobáknak a tulajdonságát, létrehozását és módosítását fogjuk megnézni. Szóval, mik is azok a szobák? Ugye a TeamSpeak 3-on szobákban tudunk beszélni. Tehát lényegében belépünk, ez is egy szoba, belépünk egy szobába és a szobában lévőkkel tudunk együtt beszélni. Nagyon egyszerűen létre tudunk hozni egy szobát, egyszerűen valahol az asztalon jobb klikkelünk és Create Channel. Itt fel is jön egy ilyen ablak. Ezt szintén elmagyarázom ugyanúgy, mint a szerver készítésnél, hogy hogyan is van a name. Itt a szobának a nevét adhatjuk meg, tehát például azt hívva, hogy első szoba. A passwordnél nem kötelező, de be lehet állítani egy jelszót a szobához, vagyis csak azt tud belépni, aki tudja a jelszót. Mondjuk most állítsunk be egy olyan jelszót, hogy hello. A topiknál pedig meg tudjuk adni, hogy milyen típusú fajtájú szobáról van szó, szóval, hogy például legyen egy beszélő szoba. A descriptionnél pedig a leírását tudjuk megadni, ami itt is látszik. Ide ugyanazt a karakterformázást tudjuk használni, mint amit a szervernél, tehát ugyanúgy mondjuk egy ilyet csinálok, és akkor ezen belül pedig valamit nézek, vagyis így fog kinézni kb. Illetve ezen kívül van egy beépített editor is, amit elfelejtettem mondani az előző részben, amely ennél a ceruzánál található. Most ugye ezt kitörlöm és nyomok egy ceruzát, és mondjuk nyomok egy asdot, ezt kijelölöm, és úgy mint más az editorokban automatikusan kiegészíti a kóddal, és a preview gombbal pedig meg tudjátok nézni, hogy eddig mit alkottatok. Egy asd. Úgy, ez legyen ez is, ez legyen ez is. Így, nagyon jó. És ha ezt leaplizzuk, akkor ez így benne is marad. Ikonnak ugyanúgy, mint a szervernél, ki tudunk választani egy ikont. Én itt változatosság kedvéért ugyanazt az ikont fogom kiválasztani. Itt bal oldal találjuk a szoba típusokat. Ez az egyik legfontosabb beállítása egy szobának. Három fajtája van, illetve pontosabban négy. Az első, ez a temporary, ez ideiglenes jelent, tehát ez csak addig van ez a szoba, amíg van benne legalább egy user, amint mindenki kilép a szobából, azonnal magától törlődik. A semi-permanent, amelynek az lényege, hogy csak addig él a szoba, amíg a szervert újra nem indítják, újraindításkor magától törlődik, illetve ez a permanent, amely pedig véglegesen benne marad. Ha újraindítják a szervert, ha kilépnek belőle, ez mindig megmarad. Egészen törlési, ami manuálisan nem törli valaki. Ez a default channel, ebbe pedig maximum egy darab lehet az egész szerverem. Ennek az lényege, hogy ebbe a default channelbe érkeznek a játékosok, illetve a userek, akik fellépnek a szerverre. Tehát itt van egy default channel, az azt jelenti, hogy akármennyi szobát létre fogok hozni, mindig a defaultba fog bedobni engem, hiszen ez a belépő úgymond. Ez a short is channel after, itt ki tudjuk választani, hogyha több szobánk van, hogy hol helyezkedjen el, tehát mondjuk be tudjuk állítani, hogy mondjuk az ötödik szoba után helyezkedjen el az a szoba, amit most létrehozunk. Ezt tudjuk beállítani. Itt a moderation needed top over, ennél pedig majd később fogunk beszélni a rankoknál, illetve az engedélyeknél, hogy mit is jelent ez az egész. Az audio fülön, itt betűnk állítani különböző preseteket, hogy milyen minőségű legyen a hang a szobában. Betűnk állítani, hogy milyen kódeket kell használni annak, aki belép, illetve hogy milyen minőségű kell legyen. Itt pedig kiszámolja nekünk automatikusan, hogy mennyi adatforgalmat használ. A permissionsnél ezeket szintén majd később megnézzük, amikor a rankokat nézzük. Az adventure-nél pedig a poetic name, ez ennél például beállítunk neki a nevet, hogy hello. És van egy olyan plugin, aminek az a lényege, hogy ha belép egy szobába valaki, akkor automatikusan mondja neki, hogy milyen szobába lépett be, tehát a nevét kimondja, illetve hogy milyen userek vannak benne. Ez a poetic name, ez az a név, amit kimond ilyenkor a program. Itt lent a max users, ezzel korlátozni tudjuk, hogy maximum mennyi felhasználó léphet be egyszerre a szobába. Például limitálni tudjuk szám szerint, hogy mondjuk csak 3 léphessen be, de akár unlimited is lehet, és akkor nincsen megszabva. Ez a family max users, ez pedig arra való, hogyha egy ilyen szobának több alszobája van, akkor azokra mik legyenek az érvényesek. Az inheritednél minden esetben az, ami a főszobának, tehát az automatikusan öröklődik. Az unlimitednél és a limitednél pedig magunktól be tudjuk állítani. Ezzel, hogy most így készen vagyunk, akkor ezt is unlimitedre lehetőleg állítsuk be. Standard, ilyet beállítjuk a permanentet, audio, minden oké. Okay. És akkor egyszerűen csak leokézzük. És itt meg is jelenik ez a szoba, ahova mivel ugye server adminok vagyunk, ezért csak úgy be tudunk lépni. Viszont, hogyha nem mennénk server adminok, akkor kérné a jelszót ahhoz, hogy be tudjunk lépni a szobába, az pedig nyilván az a hello, amit megadtunk. És így be is léptünk, és lényegében most már van két szobánk. Szóval csináltam néhány példát a szobáknak a típusaira, illetve hogy mi alapján lehet őket megkülönböztetni szín szerint.
Nagyon egyszerű, aminek sima kék színe van, abba vagy simán be tudunk lépni, hiszen nincs rajta se jelszó, se nincsen beállítva maximum users nullára, se nincsen moderálva, se semmi, az simán null, simán elérhető, az kék színű. Ami kék színű, de van a végén egy ilyen M betű, azt jelenti, hogy moderálva van. Erről majd később beszélünk, hogy ez a Needed Talk Power, ez ehhez tartozik, az azt jelenti, hogy ebben megvan változtatva ez a Needed Talk Power. Ami sárga színű, azon van egy jelszó, itt is látszik alakat, tehát ahogyan megpróbálunk belépni, itt egy jelszót kéne, ez az ASD, pedig ez is nagyon egyszerű. Ez pedig az, hogy itt a maximum users átanállítva nullára. Tehát ide csak azt tud belépni, akinek server admin jogosultsága van, és én megpróbálnék belépni, és azt írja, hogy max, tehát egy errort ír ki, ezért nem tudok belépni. Viszont, hogyha gyorsan visszaváltok server adminra, akkor már is be tudok lépni. Tehát ide csak az nem tud belépni, akinek nincsen server adminja. Ez ideális ilyen admin szobák, illetve ilyesmik létrehozására is. Most menjünk rá a nevekre. Hiszen azt még nem mondtam, hogy a neveket is ugyanúgy lehet testre szabni, mint ezeket. Csak éppen más módszerrel. Itt el tudjuk helyezni, el tudjuk igazítani a szöveget. Egyszer el tudjuk helyezni bal oldalra, középre, jobb oldalra, egyszerűen csak szöveg nélkül. Nagyon egyszerűen lehet ezeket módosítani. Így ezeket az elhelyezéseket. Annyit kell ideírnunk. Mindjárt meg is mutatom. Tehát, kapcsolatzárójel. Kérdőjel helyre mindjárt majd berakunk valamit. Idéko és pacer, és a végére pedig egy hashtaget, és kész. Ez egy előtag. Ide a kérdőjel helyére háromfajta módot tudunk berakni. Ezt most látjátok is a képernyőn. Tehát be tudunk ide rakni egy R betűt, mint right, tehát hogy jobb oldalra igazítsa a szoba nevét. Be tudunk rakni egy C, tehát hogy középre igazítsa a szoba nevét. Vagy be tudunk rakni egy L, vagyis left, tehát balra fog igazítani a szoba nevét. Természetesen ennélkül az ikon nélkül. Ide pedig meg kell adnunk egy ID-t. Ez csak akkor fontos, hogyha a szoba neve megegyezik. Tehát, hogy amennyiben ilyen header szobát csinálunk, tehát úgynevezett elválasztó szobát, akkor ide folyton megadhatunk egy nullát, és akkor ide írjuk, hogy egy hashtag szoba, és ezt ha leaplizzuk, akkor ide középre is ugrott ez a szoba. Itt jobb oldalt nem jelennek meg majd rajta az attribútumok se. És ne felejtsétek el persze, hogy a family users, illetve a max users-t állítsátok nullára, hiszen ez egy elválasztó szoba, tehát lényegében nem szabad senkinek se belépnie hozzá, ezért állítsátok nullára a max users-t és a family users-t, még egyszer elmondom, itt senki se tud belépni a szobába, és itt tényleg egy elválasztó header szoba lesz belőle, és így készen is van. Ugye ezt meg tudjuk csinálni, mondjuk akkor legyen bal oldalt, leaplizzuk, akkor bal oldalt lesz, de nélkül a kis kép nélkül. Mondjuk én jobbra akarom, akkor meg így R, és jobbra B is rakja a szobát. De maradjon ez középen, mert úgy a szép, én úgy gondolom. Így, rendben, ezt aplizzuk is le. Van még egy lehetőség ilyen elválasztó szoba készítésére. Ez annyit kell csinálni, hogy ugyanígy, ugye, spacer, hashtag, egy ugyanilyet csinálunk. Csak annyi lényeg, hogy a kérdőjel helyére egy csillagot rakunk, amely lényegében egy ismétlődést fogunk szimulálni. Tehát csillagspacer, ide pedig kötelező mindig az ID. Tehát még lesz egy nullás. És ide azt fogjuk kérni, hogy mit tudom én, mondjuk 1-2-3, mondjuk egy ilyet. És lesz egy ilyen hosszú csíkunk. Tehát ezt a három karaktert, amit írunk, ez fogja ismétlődni. Ez fogja ismételni, bocsánat. Azonban erre nem minden karakter képes. Tehát, hogy mindjárt be fogom linkelni lent a leírásban azt az oldalt, ahol megtaláljátok ezt pontosan leírva, hogy milyen formázási stílusokat fogad el. Vagy például én azt szoktam, hogy egy ilyen kis lenéző fejet, és akkor így fog kérni, vagy ponttal. Így. És aprízzuk, és akkor ilyen kis szép lesz. Erre is van lehetőségünk. Ebben az esetben nem számít a balra vagy jobbra igazítás, hiszen ide egy csillagot írtunk. A csillag pedig azt jelenti, hogy ezt a három karaktert fog ismételni. Ebben az esetben mindenképpen kötelező egy ID, hiszen hogyha én akarok még egy ilyen szobát csinálni, és nullásot akarok, akkor hiába aplizom le, nem engedem is channel name already used, tehát ilyenkor megnöveljük egy ilyen mondjuk az ID-t, és akkor leaplizom, akkor már lesz egy ekkora, egy ugyanilyen elválasztó szoba. Még valami ez a default channel, ezt is lehet módosítani, a betoppanó szobát. Én ezt azt szoktam írni, hogy ilyen legyen centerre, tehát középre igazítjuk, legyen mondjuk nullás az ID, és akkor betoppanót szoktam én ideírni. Betoppanó, leaplizzuk, és ugyanígy középre lesz igazítva, és tehát a betoppanó szobába csatlakoznak be a userek. Ennyit szerettem volna elmondani ezekről a szobákról úgy nagy vonalakban. Következő részben pedig majd a rangokat fogjuk megnézni, illetve az engedélyeket. Beállítjuk majd, megszabályozzuk
a játékosoknak, illetve a fellépő felhasználóknak az engedélyeit. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, ha tetszett, akkor lájkold be, illetve ha szeretnéd a folytatást, illetve szeretnél még ilyesmi dolgokat tőlem, akkor pedig nyugodtan nyomjál rá a feliratkozás gombra. Én Geri voltam, sziasztok!